tiszta szoba, ami a múlt használati tárgyait mutatja be, mellette pedig digitális táblagépekkel felszerelt előadóterem. Jól megférnek egymás mellett a régi időket és a modernkor eszközeit is felsorakoztató termek a csikostöttősi hagyományok házában. A helyiek mindig is ezt tartották a legszebb épületnek a faluban. Az önkormányzat tavaly tudta megvenni az ingatlant, majd a közel 60 millió forintos fejlesztést a TOP forrásoknak köszönhetően el is kezdték. Az épület felújítása egy három pilléren alapuló turisztikai projektnek az indulópontja, hiszen ahol állunk, ez a hagyományok háza, ehhez kapcsolódik a vizekvilágos, van egy egészségpontunk még. Nyilván mi nagyon örülnénk, hogyha tavasztól meg tudnánk tölteni tartalommal ezt az épületet, hiszen azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések, amelyek az elmúlt években zajlottak, és az elmúlt két évben valóban be is fejeződtek, lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki ideérkezik a településre, egy napot nagyon kellemesen el tudjon tölteni. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, csikostöttös országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a hagyományok háza azért különösen fontos fejlesztés, mert az épület szolgáltatásait a turisták és a helyiek is ki tudják használni. Nem csak a turisztikára kell hangsúlyt fektetni ennél a projektnél is, hanem arra, hogy az itt élők és a környékbeliek tudják használni. Ez egy olyan közösségi tér, ahol van kiállítás, ahol van kisebb konferenciák, akár tanóráknak a megtartására lehetőség. Mellette egy kis borospince készült el, illetve a település régi életét bemutató kis kiállítás. A csikostöttősi hagyományok háza egy három lépcsős turisztikai fejlesztésnek köszönhetően tudott most megvalósulni.